Köszöntöm kedves nézőinket, Hírháttér című műsorunkat látják. A mai adás vendége Pap Alexandra, a Huszárgál Városi Könyvtár szakmai vezetője. Szeretettel köszöntelek, szia! Szeretettel köszöntelek én is, és a kedves nézőket is. Szeretettel gratulálunk neked, meg a munkatársaidnak, mert uh, szerintem többen olvasták már, hogy a Magyar Kultúra Napja alkalmából elnyertétek a minősített könyvtár címet. Ez nagyon komolyan hangzik, nagyon sok minden van mögötte. Hát Előzetesen is én azt mondom nektek, hogy mi nagyon szeretünk titeket, városlakók, szerintem ezzel nem vagyok egyedül, mert nagyon sokan járnak a könyvtárban, nagyon szeretnek benneteket, a dolgozókat is, meg azt a szolgáltatást is, amit nyújtatok, meg nagyon sok mindent kitaláltok, plusz programokat. Úgyhogy mi úgy nagyjából tudjuk, hogy miért kaptátok ezt, de a hivatalos verziót is szeretnénk tudni, hogy minek köszönhető ez a minősítés. Így van, hát nagyon szépen köszönjük a munkatársak nevében is elsőként a gratulációt, és valóban hát egy rendkívül komoly munka és egy rendkívül komoly időszak áll emögött a díj mögött. Ugye 2022-ben nyertük el a minősített könyvtár címet, amit érdemes tudni erről, hogy ez egy rangos könyvtár szakmai elismerés, ezt a kulturális és innovációs minisztérium döntése alapján kaptuk meg. Gyakorlatilag a minőségirányítási módszereknek a folyamatos és állandó alkalmazása, a könyvtárhasználati jog érvényesülése, illetve a minőségi könyvtári szolgáltatásoknak a biztosítása és Akkor szóval én most így bólogatok neked, és bólogatok, és akkor egyet mit jelent magyarul? Tehát, hogy ez a minőségbiztosítás, mert ezeket én is kiírtam ide magamnak, meg könyvtárhasználati jog. Még a, a könyvtárhasználói elégedettség az azt gondolom, hogy az, amit az elején megfogalmaztam, az egy világos történet, de hogy, hogy ezek mit jelentenek nektek így szakmailag, vagy hát így a magyarra lefordítva? Igen, ez valóban a hivatalos része volt, és hát azt le kell, hogy szögezzem, hogy a, a gyakorlatilag a mindennapi munkánk során már eddig is az volt a jellemző, hogy abszolút a, a használók érdekeit szemel, tartottuk szem előtt, illetve vettük figyelembe a szolgáltatások alakításakor, és amikor erre a pályázatra készültünk, és a pályázati anyagot összeállítottuk, rájöttünk arra, hogy rengeteg minden működik már nálunk, csak ezek nincsenek még dokumentálva. Tehát ez a minősített könyvtári cím, tudni kell róla, hogy azért egy elég nagy adag dokumentáció és adminisztráció elkészítésével jár együtt. Azok a folyamatok, illetve szolgáltatások, amelyek nálunk már működtek, azt most egy ilyen keretrendszerbe foglaltuk. Például most, hogy egy néhányat felhozok, ugye a klubok, amik uh -huh. elindultak nálunk, akkor... Ez esetleg, a, a baba-mama, tehát hogy mondjuk kisgyerekeket is fogadtok, vagy vagy mily, Most itt a, megond... a könyvklubra, társasjátékklubra gondolok, vagy akár... Új szolgáltatások. Most például januártól elindítottuk ez nem is annyira szolgáltatás, inkább egy picit a olvasóinkkal való, illetve a használóinkkal való kapcsolattartásnak egy újabb eleme a lejárati emlékeztető küldését, uh -huh. mert nagyon fontos számunkra az, hogy folyamatosan kapcsolatban maradjunk a használóinkkal, akár a közösségünkkel. Tehát nem csak, csak az jöjjön, hogy akkor ezt járni, és ennyit meg ennyit fizessen, és Így nem van, be, és eddig Így meg eddig van. mindenféle szankcióka, hanem az, hogy akkor jövő héten lejár és akkor tessék, legyen Pontosan. hozzá-vissza. Tehát azért ez egy más stílus, így van. mint a kettő között van különbség. És ez is egy olyan dolog volt, amit már több olvasónk jelzett a korábbiakban. Most a rendszerünk lehetővé tette már azt az elmúlt időkben, hogy ezt a lejárati emlékeztetőt kidolgozzuk, így a kollégákkal kidolgoztuk, és januártól már működik is. Ez most csak egy példa volt erre, uh -huh. de gyakorlatilag ezek az innovációk, amik elindulnak a könyvtárban, ezeket egy ilyen keretrendszerbe foglalja ez a minősítés, illetve a minősítés módszereinek az alkalmazása. És hát ugye ez nem áll meg a cím megszerzésével, tehát amint azt említettem, azért érte mögött egy iszonyat nagy munka volt. Itt egy pályázati anyagot kellett elkészíteni, Első körben egy szervezeti önértékelést végeztünk, ez is kicsit hivatalosan hangzik, de nagyon ezt hasznos még azt hiszem, volt. Hogy talán értem, hogy miről szól. Hát Igen, ezt, tehát felülvizsgáljátok gyakorlatilag saját Így a saját munkátokat, és azért Hogyha valaki néha szokott önértékelést végezni egy-egy ügyben, azt tudja, hogy ez mennyire kemény dolog, mert akkor szembe kell nézni azzal, hogy mit csináltam jól, de avval is, hogy mit csináltam rosszul. Pontosan ez pontosan így volt nálunk is, és uh, itt is bizonyos kritériumokat kellett ennek is, volt egy keretrendszer, ja. amin keresztül végighaladtunk. Voltak uh, olyan kritériumok, amik az adottságainkat vizsgálták, tehát a meglevő uh, állapotot, amivel az intézményünk rendelkezik, illetve voltak uh, eredménykritériumok, hogy mik azok, amiket Elértünk. És ahogy te is mondtad, azért ez egy nagy feladat volt abból a szempontból, hogy tényleg próbáltunk reálisak maradni és objektíven szemlélni magunkat, ami nyilván nem egyszerű feladat sok. Hát de az volt a haszna ennek, hogy utána a pályázati anyag kidolgozása során hasznosítani tudtuk ezeket az ismereteket, mert ez a pontrendszer megmutatta, hogy mik a fejlesztendő területek. Tehát meg tudtuk határozni a fejlesztési irányokat, mik azok, amikre még egy kicsit. Öm, hangsúlyt kell fektetni. De ez egyébként tök jó, mert hogyha jól veszem ki a szavaitokból, ez egy pályázatféle, tehát hogy, hogy, ti vállaltátok azt, hogy megmérettetitek magatokat ebben a történetben, hogy beleteszitek azt a munkát, ami még plusz munkát, ami már egyébként volt, mert hogy ahogy mondtad, egy ilyen keretrendszerbe foglaltátok össze tulajdonképpen saját magatokat. Vállaltátok azt is, hogyha esetleg valami nem stimmel, vagy nem úgy van az alapján, a rendszer alapján, ugye, amit a Nagyok jónak gondolnak, az, az, az arról tudtok változtatni, és, és így indultatok neki ennek az egész történetnek. Tehát azért ez, ebből a szempontból egy jó nagy vállalás, meg jó nagy plusz munka. Így van, ez egyrészt egy nagy munka volt ebből a szempontból is, de azt gondolom, hogy nagyon tanulságos volt. Egyrészt meg lett a munka gyümölcse, aminek nagyon örültünk, mert elnyertük a címet, de ezt ki kell, hogy emeljem, hogy ez tényleg egy óriási csapat munka volt. Tehát, a pályázati anyag összeállítása során tényleg minden kolléga kivette a részét a munkából. Akár... Mert hogy látok, mindennek megvan a maga van. felelőse. Tehát van, aki, aki gyerekkönyvtári részsel foglalkozik, van, aki szakirodalom, stb. 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 Van, aki programok szervezésével, vagy a kiállításokat. Tehát ezt, ezt, egyedül nem is tudta volna senki, csak úgy, hogyha mindenki Pontosan. beletette azt, ami... Mert itt meg pont, pont az ott a lényeg, hogy mindent néztek. Mindent, abszolút. És egyrészt létrejött, ami kicsit megint hivatalosan fog hangzani, egy minőségirányítási tanács. Ezt a Kollégákból szerveződött a mi intézményünkben is. Ők azok, akik konkrétan a minősítés folyamatát figyelték, illetve az ezzel kapcsolatos munkát végezték, akár a pályázati anyag, tehát itt a szakmai beszámoló összeállítása is egy ilyen csapatmunka volt. Nagyon fontos viszont kiemelni, hogy a többi kolléga volt a háttérország, akik <laughs> mindaddig biztosították a könyvtár tényleg zöggenőmentes és ugyanolyan minőségű működését, amíg Ez a... Az Többikor, jöttek. Így van, pontosan, tehát mindez a mindennapi munka mellett folyt, és hát kiemelném a szakmai vezetőnket, Pázsit Mariannát, aki tényleg rengeteg munkát fektetett szintén ebbe, és összetartotta a csapatot, abszolút ösztönzött bennünket, úgyhogy... És akit ezen is puszilunk, és jó babázást kívánunk így de van. a stúdióból is. Így van. így van, Ugye ült itt már néhányszor ő, itt a minősítés, meg sok minden kapcsán, úgyhogy uh, uh, ismerik őt nagyon jól a nézők. Uh, mondtad, hogy, uh, hogy ez itt nem áll meg ez a munka, tehát ugye ez még folytatódik. Itt, itt, mire gondoltál? Tehát mi az, ami még uh, hátra van, vagy mi az, amit még ti a fejetekbe vettetek, hogy mi meg akarjátok csinálni. Inkább úgy fogalmaznék, hogy most ezt a szemléletet, amit elsajátítottunk itt a minőségirányítás módszereinek alkalmazása kapcsán, ez fontos, hogy továbbra is alkalmazzuk, és célunk, hogy továbbra is alkalmazzuk. Tehát ami eddig is jellemző volt már, folyamatosan küldtünk használói elégedettségmérést az olvasóinknak, ezeket évente végeztük. Ez továbbra is természetesen működni fog, mert hogy ezáltal tudjuk monitorozni az olvasói igényeket, hogy mik azok a szolgáltatások, amikre esetleg még igény volna. Mm -hmm milyen észrevételeik vannak az olvasóinknak, mert ugye amit még kiemelnék itt a csapatmunka mellett a minősítés folyamata során, hogy ez valóban az olvasók és használók nélkül sem jöhetett volna létre, bármilyen közhelyesen is hangzik, tényleg óriási szerepük volt nekik is abban, hogy a sok-sok jobbító észrevétel, azt mi is be tudjuk építeni. Persze, de egyébként ez is tök logikus, mert nagyon sokszor ugye ők jobban látják azt, hogy, hogy nekik mi lenne jó, vagy, vagy nekik éppen mi nem tetszik annyira, vagy, vagy mi lenne még kézzel fekvőbb, vagy még kényelmesebb. Hát, hogyha az ilyen értő fülekre talál, mint amilyenek ti voltatok, az, 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 tényleg teljesen jó, de ez is, ez is kell hozzá, hogy ők meg merjék le, jelezni, jelezzék, esetleg értelmesen leírják, elküldjék nektek, és akkor így ebből a szempontból is egy csapatmunka. Igen, áll abszolút. Abszolút. Úgyhogy a lehetőségeinkhez mérten ezeket mindig igyekezzük beépíteni a szolgáltatásainkban, működésünkben. működésünkbe. Azt értettem ez az alatt, hogy hát a munka nem áll meg, hanem gyakorlatilag folytatódik ezzel. És hát, amint ezt említettem, ez egy nagy pályázati anyag volt, rengeteg dokumentációval, tehát ezeket mindig aktualizálni kell, mindig felül kell vizsgálni, mik azok, amik esetleg már elavultak, és aktualizálni kell. Tehát itt is a minőségirányítási tanács újra össze fog jönni, megvitatjuk, most például esedékes lesz majd a közeljövőben a címányerése kapcsán, és hát megjelöljük azokat a területeket, amin majd fejlesztenünk kell még. Egyébként ez nektek egy nagyon jó történet. Meg hát bolondok lennétek, hogyha ezt így annyiban hagynátok, mert van egy nagyon jó alap amivel azért lényegesen kisebb energia befektetéssel tudtok tovább lépegetni, mert hogyha az egészet elfelejtitek, akkor lehet, hogy két év múlva megint neki kell állni Pontosan. Ennek az egész történetek, így viszont akkor lehet ezt tovább vinni, tovább fejleszteni. Pontosan, ennek ez is a lényege, hogy fenntartsuk, és egyébként tényleg nagyon tanulságos volt. Sok munka volt, de, de egy nagyon izgalmas tapasztalat, mert hogy nyilván voltak már kihívások az ezt megelőző években is, ami kapcsán nagyon fontos volt a csapat munka, illetve a kollektíva jó működésének biztosítása, de ebben a pályázati anyagösszeállításban és hát végül a cím is. Ugye itt volt még egy ö, személyes audit is ö, maga a dokumentáció uh -huh. összeállítása után, az még egy izgalmas pontja volt a, a pályázati anyagnak. Itt két szakértő látogatottál hozzánk, akik egyrészt körbejártak az intézményben, másrészt tényleg gyakorlatilag egy teljes napot töltöttek a minőségirányítási ö, csoportnak a tagjaival, Átbeszélték a dokumentációt, felhívták bizonyos pontokra a figyelmünket, mi az, amit még érdemes lenne áttekinteni. Úgyhogy ott is volt még egy izgalmas nap, aztán ezt követően pedig már vártuk az eredményt. Ja. Hát gratulálunk ehhez az eredményhez, amit megkaptatok neked is, kollégáidnak is, meg Mariannak is külön. Köszönöm. Köszönöm szépen, hogy itt voltál és beszámoltál róla, mi meg figyeljük, mert hát a ti házatok is mindig történik valami, úgyhogy Így figyeljük van. az elkövetkezendőkbe is, hogy mi mindennel álltok elő, mi mindennel rukoltok majd elő a következő hónapokban. Köszönöm szépen! Köszönjük szépen! Hírháttér című műsorunkat látták, tartsanak velünk legközelebb is, és ne felejtsék, hogy kövessenek minket a Facebookon is, a Youtube csatornánkon is, mert mindenhol ott vagyunk, friss hírekkel, információkkal várjuk Önöket. Viszontlátásra!